csepeli gyorsvasút naponta 10 000-eket szállít munkahelyére percek alatt. Ezekből a kényelmes, korszerű kocsikból most újabb sorozatot készít a Dunakeszi vagongyár. A tolópadon már a sorozat utolsó darabja gurul. A sorozat megmaradt darabjait a MÁFHÉV ZRT méltó módon próbálja megőrizni. 2018-ban üzembe állítottuk a Közlekedési Múzeum P15-ös kocsiját. Ezen több alkalommal is lehetett azóta utazni. Olyan közel áll hozzánk, hogy nevet is adtunk neki, ő lett Pixi. Pixinek van egy MÁFHÉV ikertestvére, az 579-es P15-ös, mely sok-sok évig elhagyatva pusztult Szentendrén. A megújult P15-öst 1991 évvégén vonták ki a napi forgalomból, eredetileg 1955-ben készült, a Dunakeszi járműjavító gyártotta, és most lett 66 éves. Rendbe hoztuk. A szombathelyi mozdony és vasúti járműjavító Kft. Kezdte el helyrehozni a MÁFHÉV kérésére, felújították a jármű kocsiszekrényét, vászszerkezetét, a futóművet és a kapcsoló és fékszerkezetet olyannyira, hogy már vonatba sorozva szállítottuk 2020. október végén Szentendrére. A HÉV járműparkja megérett a cserére. Ez vitán fölüli, hiszen átlag 43 éves járművekkel szállítjuk utasainkat nap mint nap. Vállalatunk vagyontárgyai közé azonban tartoznak a korábbi időszakot is jelentősen meghatározó járművek. Ezen járművek fenntartása, megőrzése fontos feladatunk, hiszen létező vagyontárgyakról beszélünk. Ma az 579-es pályaszámú pótkocsit sikerült újra egy próbamenet során működőképessé tenni. Ezúton köszönöm mindazoknak a segítségét és közreműködését, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak ennek a pótkocsinak felújításához. Az utolsó munkálatokat a szentendrei járműtelepen dolgozó héves kollégák végezték. A kocsi új ajtókat, ablakokat és üléseket kapott, teljesen kórhű állapotban várja az utasokat. Pixi végre együtt szágolhat hegyeken, völgyeken át ikertestvérével, Pixvikivel, immár 4-es fogadként. Őszintén reméljük, hogy mi hamarabb önöket is a fedélzeten köszönhetjük.